Folytatódik a megtorlás az oroszországi kormány ellenes tüntetések után. A moszkvai ügyészség eljárást indítana azon tiltakozók ellen is, akik kiskorú gyermekeikkel érkeztek a július 27-i, illetve augusztus 3-ai felvonulásokra. A hatóságok szerint ugyanis a szülők ezzel veszélynek tették ki a gyerekeket. Bár a családok valószínűleg csak pénzbüntetésre számíthatnak, megfelelő indoklás mellett az ügyészek akár állami gondozásba is helyezhetik a fiatalokat. A tömegrendezvények során összesen 2300 embert vettek őrizetbe, de még hétfőn is újabb 20 tüntető letartóztatásáról, valamint 30 megbírságolásáról döntött a bíróság. Az egyik szervező ellen pedig elfogatási parancsot adtak ki.